Jaj. Jó, de most nem péntek van, jó, azt hittem. A croissant. Hazafele az óriás croissant. Ezt kell figyelni. Mindenkinek szép délután kívánok. Büszkén lépkedek hazafele. Nagyon hideg szél fúj, hogy nem volna hűvös, de sajnos ez a szél, volt eső is, lehet látni. Jól telt a napom. Benn mindenki álmosan, savanyú kedv. Én meg kirobbantam az örömtől. Én ilyen vagyok. 98%-ban ilyen vagyok. Muszáj, hogy valami éltessen. Muszáj, nem lehet savanyodottan élni. Minden apró dolognak örülni kell, ami összejön. Megjött a 213 3-as busz is. Mondjuk én ezt az egész videózást úgy csinálom, hogy a 4 megtekintés van 4. Visszatérve a 4 megtekintés van, Lakis örülök neki, mert egy pár embernek akkor is jó kedvet tudok adni. Meg egy kis pozitív dolgot. És nem is akarok olyan lenni, mint a többi a YouTube-on, hanem a saját személyiségemet adom, amilyen vagyok. Lassan eljön a 4. év fennlét is. Hát ez is komoly. Valaki biztos, hogy kinevetné az embert, hogy mit akarsz, hogy 4 éve vagy fent. Kevés megtekintése, meg kevés feliratkozóval. És nem az számít. Amikor 100 feliratkozó volt, ugyanaz a lelkesedéssel csináltam a live-okat. Amikor 50 feliratkozó volt, ugyanilyen lelkesedéssel csináltam a dolgokat. Rengeteg terv meg ötlet van az egész csatornához. Remélem, hogy tudom valósítani. Bízok benne. Mert mindent megteszek. Megint az össze-vissza hord mindent. Úgyhogy akkor este crossout lesz. Már aztán megszavazta, hogy az legyen. Hát toljuk is neki. Jó, mert egy kicsit még egy blitzezek szerintem, amikor hazaérek. Vacsorát sütök magamnak. Csirke combot. Utána meg úgy is leszek. Ezt mindjárt feltöltöm, ezt a kis videót, ezt a kis 5 perceset. És este találkozunk. Na, sziasztok mindenkinek! Jó pihenést, jó munkát, kitartást, aki még dolgozik. Sziasztok!